2010-hez képest kevesebbet, más országok átlagához képest mégis sok fiatal dohányzik Magyarországon. Korábbi felmérések azt igazolták, hogy a 6. évfolyamos diákok 4,5%-a dohányzik rendszeresen, 2 évvel később pedig már 13%-uk gyújtott rá legalább egyszer havonta. A középiskolások körében ez az átlag még nagyobb számokat mutatott, a 9. évfolyam negyede, míg a 11. osztályosok 37%-a dohányzik, derül ki a Semmelweis Egyetem népegészségügyi intézet felméréséből. Egyre fiatalabb gyerekeknél látjuk és tapasztaljuk, főleg azért, mert a családok nagy részében, majdnem minden családban van legalább egy felnőtt, aki dohányzik, akár apa, akár anya, akár nagy családon belül is. A fejlődő szervezetre sajnos nagyon káros hatása van, és ezt a fiatalok nem igazán tudják felmérni. Ugye szűkíti az ereket, elsősorban a növekedésnél vannak problémák. A dohányzás főbb hatásai a tüdő problémák előidézése, a szájrák, valamint fiatal lányoknál a meddőség, fiúknál pedig az impotencia zavarok kialakulása. A terhes nők esetében még nagyobb a kockázat, ilyenkor ugyanis nem csak az anyai, hanem a magzati ártalom veszélye is fennáll. A terhesség alatt főleg az első 12 hét a meghatározó, ugyanis ekkora alakul ki a babák szervrendszere, a méhlepényen keresztül pedig passzív dohányzóvá válik a magzat. Van olyan védőnői körzet Nyíregyházán, ahol a kismamák negyede cigizik. Magzati ártalmaknál ugye elsősorban a koraszülés veszélyét, a kissúlyú babának, illetve az intelligencia kialakulásának a csökkenését szoktuk megjegyezni. Nagyon sokszor már a látogatások során figyelemmel kísérjük azt, hogy valóban betartja a kismama az ígéreteit. Nagyon jellemző az, hogy sajnos bizonyos rétegek nem is veszik ezt komolyan, nem is érdekli az, hogy most ő dohányzik, vagy nem dohányzik. Sokan sajnos azzal érvelnek, hogy ó, leszoktam, nem szoktam le, 1-2 szállat szívok el naponta. Igazából nem is veszik azt figyelembe, vagy nem is érdekli nagyon sok kismamát az, hogy az 1-2 szál is ugyanolyan veszélyes, mint hogyha többet szívne el. A dohányzás ártalmainak csökkentése akkor a leghatékonyabb, ha már akkor leszoknak a dohányzásról, amikor még csak tervezik a babát. A szülés után sem lehet rögtön rágyújtani a kismamáknak, egészen addig nem javasolt, amíg szoptatnak. A leszokás után már 24-72 órával érezhető a jótékony hatás.